is rég láthattunk, Tokodi kereszt. Üdvözöllek titeket, itt vagyunk egy újabb videóban, és itt vagyunk Lábatlanban, tulajdonképpen az Ethernet gyári megállóhelyen, mert szerintem ez ma már csak megállóhelynek titulálható. Annak idején szerintem ez egy állomás volt, hiszen itt is van vágány, amit ellepett már a Jinja, de ugye csak ezt használja ma ez a gyönyörűséges bézi, illetve bézék, ugye. Itt a négyes vonalon egy egészen tűrhető menetrend alakult a menetrendváltással, és igazából egy hete, hát most már bő egy hete megy ugye a menetrendváltással kapcsolatos új menetrend, illetve itt az új szolgáltatás, hiszen eddig a napi egy pár vonattal kellett megbirkózni az ezen a vonalon utazóknak. Most azonban egy egész kultúrát, mint ahogy mondtam, menetrend van, és erről már készítettem videót, szóval ez a videó nem erről fog szólni, de azt azért el kell mondanom, hogy úgy látom, hogy már az első héten sokkal sikeresebb ez, mint a hetényi kirohanós Kecskemétről a Lajos-Mizsei vonal alsó szakaszán. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ennek igenis van jövője, hiszen az első héten, már rögtön az első hét, nem bocsánat, második hétköznapi nap voltam, amikor üzemelt már az új menetrend, már akkor is igénybe vették a szolgáltatást, de most is azt láttam, hogy fiatalok szálltak fel, szálltak le Tokodon, szálltak is fel Tokodon, tátom most nem volt, de nyergesen is szálltak le, és itt Eternit gyárnál is szállt le egy hölgy, szóval, hogy sőt, nyergesen fel is szálltak, szóval, hogy használják, én úgy látom, hogy ez azért így bejött, ha lehet ezt mondani. No, viszont nem erről szól ez a videó, mert ugye a négyes vonalnak van egy érdekessége, és igen, most elkezdtünk bőszen sétálni, hiszen egészen el fogunk sétálni majd a lábatlani állomásig, van időnk bőven a visszafele menő vonatig, és nincs túl messze az állomás. Ugyanis azon kevés helyek egyike ez, ahol még bizony érdekes formájú jelzőkkel találkozhatunk, és akkor most abszolút nem voltam szakmai, de nyilván egy laikusnak feltűnik, vagy szerintem feltűnik, maradjunk ennyibe, hogy ezek a jelzők, ezek nem olyan típusú jelzők, mint amiket megszokhattunk a mindennapokban, illetve az átlag magyar vasúton. Úgyhogy tulajdonképpen arról fog szólni, hogy ezek miért is olyanok, amilyenek. Bizony érdekes szerintem ez. Egyébként nem csak itt a négyes vonalon, aki Nyíregyháza környékén utazik, ott is láthat még ilyen jelzőket, illetve a régi esztergomi vonalon voltak még ilyen jelzők, hiszen ez összekapcsolható nyilvánvalóan a Bisber mienségével. No, sétálunk egy kicsit, aztán folytatom. Egyébként, hogy mennyire hideg van itt ahhoz képest, ami Pesten uralkodik, hőfokilag, még van hó. Nem vicc, ez még hó. Nem sok. Ugye egy hete még a nyergesi megállóba, ott még hatalmas hó volt, még hótaposóban kellett volna menjek, nem pedig így sportcipőbe. De itt is nagyon hideg van. Látszik a lehelletem. Pesten nem. Szóval, hogy egészen elképesztő különbségek vannak. Egyébként mindjárt elérünk a lábatlani vasútállomás bejáratához, és ott már több ilyen jelzőt fogtok látni, amiről akarok én nektek beszélni, illetve magáról a Bisberről. Sőt, készültem, amit fel is fogok olvasni, mert nem bízok abba, hogy én azt precízen megjegyeztem, mert tényleg érdekes a története.
Ez az úgynevezett egyébként, amit itt van, ide van telepítve, most átmegyek a túloldalra. Ami ide van telepítve, az az úgynevezett ECM Soviet Whisper, ami egy teljesen rendszeridegen történet a MAV-nál megszokott Whisperekhez képest. És igazából a vonalon, ugye maga a vasútvonal egyébként almásfűzítőnél ágazik ki, hiába megy egy-egy személyvonat ugye el Komáromig. Szóval, hogy almásfűzítőig bezárólag csak Tokodon nincs ilyen, ott Siemens Halske van, ha jól emlékszem. És nyilván ugye most Esztergom kertváros és Esztergomot már ne vegyük alapul, hiszen az ott már egy teljesen mértékben megújult vonalszakasz, illetve vonal. De egyébként a régi esztergomi vonalon is ilyen szovjet Whisper volt. Úgyhogy aki emlékszik még a régi vonalra, tudja, hogy milyen jelzőkről fogok beszélni, illetve milyen jelzőt fogok mutatni. Mert ugye ez a leglátványosabb eleme az átlag utasnak ebből az egészből. No, egyébként ez egy olyan történet, ami bármennyire furcsának is tűnik, teljesen párhuzamba hozható azzal, hogy nohabok helyett egy idő után miért a szergelyeket választottuk, és ezt most itt macskakörmöt képzeljetek oda. Ugye? Hát egy más rendszert éltünk, más világot éltünk, és itt ki is emelnék egy pár mondatot az IHO-nak a cikkéből. Bár a telefongyár és a GON számos országban, zárójelben Kína, Csehszlovákia, Jugoszlávia, stb. Szállított biztosítóberendezéseket, azaz tulajdonképpen ebben a szekcióban nem szorultunk importra, a nagy testvér, idézőjelben ugye, és a szocialista tábor iránti lojalitásunkat szimbolizálandó, a 60-as évek végén kénytelenek voltunk a KGST piacról is beszerezni néhány berendezést. Az Óbuda, Esztergom és Esztergom almásfűzítő vonalra, Dorog és Tokod kivételével ECM típusú szovjet kisállomási rendszert importáltunk, amely teljesen eltért a MÁV által addig követett iránytól. E berendezések a dominó rendszer másodosztályú jelfogó, első osztályú kapcsolattechnikai filozófiájától eltérően első osztályú jelfogókból épültek fel, és bár kisméretűkkel gazdaságosan telepíthetőek, rendszeridegen elemként hatottak e berendezések. Szóval, hogy tulajdonképpen ez egy kényszer volt igazából, csak nyilván ezt akkor nem így nevezték, hogy kényszer, hanem lojalitásnak hívták, de nem szólt ez másról, ugyanarról a történetről beszélünk tulajdonképpen, mint amikor a nohabokat hoztuk, aztán hát mégsem szép dolog ezt így csinálni, és mégiscsak a szergelyek lettek azok, amikből jó sokat szereztünk, és a mai napig is ugye több szergelyünk van, mint nohabunk. Hát nem véletlen ugye. Úgyhogy tulajdonképpen egy hasonló történetből alakult ki, hogy ezen a vonalon szovjet típusú Whisbert szereztünk be, és mindjárt mutatom nektek a jelzőt, mert most már tényleg itt vagyunk a bejáraton, lábatlan vasútállomásnál. No, itt vagyunk a lábatlani vasútállomás bejáratánál, és itt a kettes őrhely, amiért láthatjátok, hogy már nem működik üzemszerűen. Úgyhogy itt már nincs szolgálat. Ott viszont bent rengeteg betonaljat láthattok. És itt már láthatjátok a jelzőknek, már tulajdonképpen a kialakításán keresztül, aki azért nyilván, és gondolom én, hogy a nézőm közül a legtöbben azért rendszeresen utaztok vasúton, hát nem ilyet szoktatok látni a mindennapokban, hiszen ezeket mondom már csak pár helyen tudjátok felfedezni, hogy még ilyen jelzőkkel találkozzatok. Hát mondom, amíg még a régi esztergomi vasútvonalról beszélhettünk, addig Óbudától felfele, Dorog kivételével, ahogy a cikk is írta, még ilyenekkel találkozhattatok. Egyébként nem azért mondom, mindjárt mutatom nektek, mindjárt megfordulunk, nem azért mondom, de szerintem, hogy ránézzek a kialakításából is, nekem egyértelműen azt jön le, hogy ez tudja, hogy szovjet. Tehát, hogyha én nem tudom, akkor is biztos vagyok benne. És egyébként e berendezésekhez a külsőtéri elemeket is a gyártó szállította, a szovjet árbócos és törpejelzők, a farokmágnes és állomásközi vonatérzékelés, illetve a nem felvágható váltóhajtó művek is kilógnak a MÁV-nál használatos alkatrészek soraiból. Igen, egyébként emlékszem, hogy a Dezirókon is volt valami szürke vacak,
ne haragudjatok, nem vagyok szakmabeli, ezt ugye el szoktam ismerni, csak mások mondják mindig rám, hogy én azt mondom magamról, hogy az, de nem. Volt ilyen szürke vacak, és azok kellettek, hogy érzékelje a bízber, hogy a vonat áthalad. Erre még emlékszem is egyébként. Úgyhogy mondom, ez egy teljesen idegen rendszer volt, amit itthon Magyarországon megszokhattunk. És hát itt még a négyes vonalon felfedezhetjük ennek a maradványát, bár ugye túl sok helyen nem történt, ez még egy érdekes dolgot is írt a cikk a Nyíregyházival kapcsolatban, azt még meg is lesem nektek. Hol írta? Igen. A Debrecen Nyíregyháza vonal négy állomása és számomra érthetetlen módon 1967-ben Ajka is, néhány kisállomásunkon pedig a honeckeri időket és technikát tapasztalhatjuk meg. Ebben az időszakban a Veresegyházi vonalon fekvő Fótra, Csomádra, Veresegyházra és Őrbottyánba az NDK-ból importáltunk biztosító berendezéseket. Tehát tulajdonképpen Nyíregyházi Debreceni, vagy Debrecen Nyíregyháza vonalon négy állomáson, és 1967-ben Ajkán is. No jó, hogy az embernek vannak ismerősei, mármint hogy vasúti szempontból is, és hát nem hagylak titeket infó nélkül, felhívtam az Andrist, mert ő emlékszik erre. Úgynevezett döngölő volt, egy ilyen szürke vacak, amit a vonat végére kellett tenni. És nem csak nyilván, nem csak a Desiroknál, hanem ami járt ugye a régi esztergomi vonalon. És tulajdonképpen egy ilyen rohadt nagy mágnes volt ebben, és ez volt az, ami éreztette a biztosító berendezéssel a vonatnak az elhaladását. És igen, teljesen jó kérdés, ami most nyilván bennetek van, hogy a mostani béze, amit itt elhaladt, azon nem láttatok ilyet. Én sem. úgyhogy igazából nyugodtan írjátok meg a komment szekcióba, már aki tudja, hogy most ez milyen módon működik. Gondolom én ez valami formában akkor itt csak át lett alakítva. Másra nem tudok gondolni. A Wikipédia szerint itt azonban a mai napig is, illetve hát ugye a látvány tekintve is, itt vagyunk újra, csak elmentem a kisboltba, ECM szovjet bízber van. Vidéken azért az ember mindig könnyebben megszólítja az embereket, és meg is szólítottam itt a forgalmistát, aki nagyon rendes volt, úgyhogy innen is köszönöm, ha esetleg látja ezt a videót. Szóval megkérdeztem tőle, és igen, tehát teljes egészében az a szovjet bízber működik, egy kivétellel, hogy ez a döngölő már nem szükséges, úgyhogy ezt átalakították. Tehát ezt a rendszert azért átalakították annyira, hogy már ne kelljen egy bazi nagy mágnest cipeltetni a vonatokkal. Nem mintha a vonatoknak ez ilyen hatalmas nagy erőfeszítés lett volna, csak hát egyszerűen nem korszerű, nem mintha ez korszerű lenne feltétlenül, csak hogy hát az aztán pláne nem korszerű. Úgyhogy tulajdonképpen minden jó, amit mondtam, annyi kivétellel, illetve hát azt sem mondtam rosszul, hogy ma már nem szükséges az úgynevezett döngölőnek a cipelése a vonatokon, tehát más módon, más technológiával érzékeli a vonatokat, ám bár ugyanaz a szovjet rendszer van kialakítva itt, ami annak idején is ennyi kivétellel. Úgyhogy hát innen is nagyon szépen köszönöm az infókat Andristól, és nagyon szépen köszönöm az infókat, és az IHO-nak a cikkét pedig természetesen leteszem a leírásban, ahol nem csak erről olvashattok, úgyhogy én ezt egy ilyen kimazsoláztam tulajdonképpen a cikkből, tehát hogyha bővebben érdekel a bízbereknek a története, akkor ott szerintem minden érdekességet megkaptok ezzel kapcsolatban, többek között ezt az úgynevezett szovjet bízbert is. Úgyhogy én tulajdonképpen köszönöm nektek a figyelmet, és innen búcsúzom. Majdnem azt mondtam sütőről, de nem, mert lábatlanban vagyok. Ja, és ahogy láttam, az Eternit az még nyergesnek a része, úgyhogy azért meg elnézést utólag is, hogy azt mondtam, hogy lábatlanban vagyunk már. Még nem lábatlankodtunk, még nyergeseltünk. Hú, ez szar volt. Sziasztok!